Kedves nézőink, a Városligetből a Civilház udvarába költözött az Ajkai Rádióklub, mi ennek kapcsán beszélgettünk a klub elnökével. Köszöntöm a stúdióban Erdélyi Jánost, az Ajkai Rádióklub elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, és üdvözlöm a nézőket! Tehát elköltözik a Rádióklub, egy új helyre megy, azonban ez egy nagy múltú, nagyon nagy múltú klub. Azt hiszem, hogy elsősorban nem árt egy pár szót a múltról, az idevezető útról ejteni. Hány éves is ez a Rádióklub? Körülbelül mondom, mert egész pontos adatot nem tudok. A 60-as évek elején alapították a Márkus Károly gimnáziumi tanár és a Szódi Pál és társai, és tehát több évig vitték. Tulajdonképpen ők fejlesztették fel ezt az egészet, és egy nagyon jó rádióklubot csináltak. Nagyon jó. Mert én a 70-es évek elején vettem át az Ajkai Rádióklubot, előtte Devecserbe csináltam egy klubot, szintén nagyon jól működött, és tehát a 70-es évek elején vettem át, és egy nagyon jó emberanyaggal ellátott, nagyon értelmes társaság volt, szóval jó munkát végeztek. Persze a Markus Kalcsi bácsi ugye sajnos közben elment közülünk, de az Oszori Pali viszont él még. Őről csak annyit jegyeznénk meg, hogy többek között Európában ő csinálta, ő használta fel a meteorokat a rádió hullámok hát továbbítására. Szóval ez egy történelmi pillanat volt. Nagyon-nagyon érdekes dolog, azt gondolom, ezt nem is gondolná az ember, hogy... Igen, hogy ilyen emberek is élnek közöttünk, ugye? És ilyet is lehet csinálni. Tehát, hogy a laikus számára ez egy... Hát igen, ugye a meteorokat is fel lehet használni, és a műholdakat is. Hát Oscar 9, Oscar 10, ezek a rádióamatőr műholdak, és ezen keresztül, tehát ők szállítják a jeleket, hogyha fellövünk a műholdra. Megvan az, hogy mikor érkezik az ország fölé. És ugye önnek van egy azonosító jele, tudjuk azt, hogy melyik műholdban fölöttünk, és akkor fölövünk rá, és akkor, hogyha fogad bennünket, egy másik vevőn visszahallgatjuk, és akkor hát most éppen mondjuk egy afganisztánival akarok stílszerűt legyek beszélni, akkor hát elviszi a jelet, és akkor ha ott fogadókészség van rá, akkor... Gondolom technikailag is azért sokat fejlődött elmúlt évtizedek során a rádióklub. Hát tulajdonképpen ez is a bajunk, hát olyan technikai robbanás van, hogy iszonyú. Hát ma, ha végigmegyünk az utcán, akkor mit látunk? Ezt látjuk, de mindenhol. Minap voltam lenne a boltba vásárolni, és előttem volt egy hölgy, aki addig, ameddig a pénztáros számolta ott, hogy mit vett, meg hát, hogy mennyibe került, addig is ezt nyomogatta. Ez egy valós probléma, de hát majd kitaláljuk azt, hogy... Egyébként tény és való, ez valóban ezt látjuk, úton útfélen szó szerint, tehát mindenhol, akárhol a boltba, buszon, vonaton, orvosnál, mindenhol. Mit tette szükségessé a költözést? Ugye arról beszéltünk, elköltözik a rádióklub. Igen. Hát tulajdonképpen ez nem mai keletű probléma, hanem nem is probléma. Ez már a szerződés is már így lett kötve, annak idején a polgármester úrral megbeszéltük, hiszen valamikor együtt vettük a házat, tehát ők támogatták még az Ádám úr idejébe, és olyan megállapodást kötöttünk, hogy amennyiben a terület kell a városra, mint ami az újságban is benn volt, ebben az esetben akkor hát elvonulunk. És most jött el ez a pillanat. Most eljött ez a pillanat, de már évek óta húzódott, de is most már nagyon örülök neki, hogy vége van, mert úgy nehéz dolgozni, hogy hát akkor most az idén megyünk, vagy akkor most jövőre megyünk, vagy most akkor mikor megyünk. És most a polgármester úr azt mondta, hogy na most akkor itt a vége, akkor most itt a helyetek, és akkor ide. De ugye nekünk pénzünk nem volt, illetve hát erre nem volt, így a polgármester úr átköltöztetett bennünket, azt a házat tulajdonképpen, annak egy részét, hát 60 négyzetméter, 90 négyzetméter volt az első, átköltöztetett bennünket, és nagyon szépen megcsinálták, de hát még ugye rengeteg munka van maradt, a fűtés, amit mi csinálunk, a villany, amit mi csinálunk, az internet, amit mi viszünk oda, tehát még ott nagyon sok munka van.
mert újra kell hangolni az antennát, az antennát át kellett hozni, akkor ugye Ausztriából vásárolunk antennát, az újra kell hangolni. Ezek iszonyú pénzek, és ezeket össze kell várni, míg össze tudjuk különböző szponzorális pénzekből rakni. Egyrészt az anyacég, tehát aki a Polandok, aki a Polandok Rádióklub vagyunk, tehát ők őtőlük, másrészt pedig hát zsebben nyúlkálunk, igen, sűrűn, esetleg pályázunk 1%, és így, mert hát mondanom se kell, hogy a műszaki dolgok azok, hát önök is tudják itt, milyen iszonyatos drágák, és hát más nem mondjak, az antenna forgató az 1,5 millió forint. Akkor egy adóvevő készülék, amelyik, hát úgy mondjam, még valamikor olyan a 80-as évek végén datálódik, hát az a 80-100 forint. De hogyha egy nem is csúcs technológiát, csak a mai technológiát akarom megvenni, az 3000-től 8000 euróig. Szóval azért ez nem semmi. Mikrofonok nagyon drágák, a fejhallgatók, akkor a keverők. De igen, tudjuk, nagyon jól tudjuk, így van. Épp akartam mondani egyébként, hogy itt arról beszéljünk, hogy hát elköltözött a rádió egyik erről a másikra, 60 négyzetméter. Igen, ám, de ez nem ilyen egyszerű, feltételezem, ugye magát egy szimpla lakást elköltöztetni is elég nagy ügy, hát akkor egy rádióállomást. Technikailag mit jelent ez? Hát technikailag azt jelenti, hát először is azzal lövünk, olyan puskával lövünk, amilyen van. Hát most azt a technikát hozzuk, ami volt. Most ehhez kell még egy adó. Hát ugye ez már adóvevő, tehát nem úgy van, mint régen, hogy itt volt az adó, akkor volt, mint egy szekrény, szóval most már picik aranyosak, és nagyon sokat tudnak. És nagyon drágák. És nagyon drágák, tehát... Hát először is technikailag kell felfejlődnünk még ahhoz, hogy hatékonyabbak legyünk, és tudjunk olyanokat mutatni a gyerekeknek, hogy megéri mondjuk egy olyan napot szervezünk. Na most egy nyílt napot szervezünk, és akkor most ezt nézzétek meg. A költözés sikerült egyébként lebonyolítani technikailag, tehát mindent át tudtak vinni. Ja igen, nem, a költözés ugye az nagyon szépen lebonyolódott, és hát most vagyunk ott, hogy újra kell indítani. Tehát újra össze kell rakni. Össze kell rakni a rövid hullámú állomást, össze kell rakni a stúdiót, össze kell rakni az antennát, és hát ugye ezt így elmondani nem sok, na de hát aki ehhez ért, az tudja, hogy ez nem egy egyszerű dolog. Időben mennyi? Hát ezt nem tudom megmondani, mert most ez a technika, ami van, azt persze összerakjuk 2 nap alatt, az nem probléma, de mi van az antennával? Az antennát újra kell hangolni, és az antennák az újra hangolása, az egy nagyon komoly feladat, ahhoz is daru kell leföl emelgetni az antennát, mérni a föl potenciálhoz, stb. Tehát nincs mese, ezt újra kell csinálni, és ez egy nagyon drága dolog. Én emlékezem rá, amikor a Videoton hangoltatta az antennát, akkor a főkönyvelő ott volt óránként, hogy húha, ez igen sokba kerül. Tehát ez akkor volt. Hát akkor el tudja képzelni, hogy most akkor mi a helyzet. Tehát ezeket meg kell, a feltételeket meg kell teremtenünk. És majd akkor mondhatjuk azt, hogy na, hát most össze van rakva a rádióklub, és akkor. Na most a stúdiót azt most össze fogjuk rakni. Ugye volt nekünk egy online rádiónk, úgy hívták, hogy Liget Rádió, most is megvan a honlapja, csak most standby üzemmódban van. És meg volt a stábunk is. Mondhatok egy-két, hogy mivel foglalkoztunk? A Liget Rádiónak milyen stábja volt? Hogyne. Például volt egy ügyvédünk, úgy hívták, hogy Várhelyi Attila. Volt egy állatorvosunk, úgy hívták, hogy Színesi Doki. Akkor volt egy papunk, Nemes Szaloki volt, aki a fiataloknak a lelki dolgait egyengette. Az ANT-től volt a Rábáné Cili. Tehát sok, nagyon sok lehet. A KDG-z, amint turisztikai. Tehát ezek megvoltak, ezek a műsorok, és itt nagyon sok ember ugrásra készen van, változatlanul, hogy újra... Visszatér a Liget Rádió. Igen. Visszatér. Jó, visszatér, hogyne, a stúdió már úgy van összerakva, úgy volt megtervezve ez a ház, hogy a stúdió, az most kétszer akkor a stúdió, mint amilyen volt.
amekkora volt a stúdió. És oda megvan, tehát holnap el lehet indulni vele, hát onnan nyilván el lehet indulni. Ugye persze, hogyha bekötik az internetet, a civil házban vagyunk ott ilyen közösbe, de majd előbb-utóbb arra törekszünk, hogy önállóak legyünk, mert hát ez a közös ló hasonlat mindenki ismeri, és jobban szeretnénk, hogyha tiszta kép lenne ott körülöttünk. Ennek úr többször elhangzott itt már, hogy egy nagyon-nagyon költséges dolog. Hogy tudják fenntartani mégis? Említett az adó 1%-ot, az, hogy önök hozzájárulnak. Milyen lehetőségek vannak, források vannak? Na hát ezek vannak. Ugye az egyik az anyacég, amelyik a névadó is. Tehát tőlük kapunk egy kisebb összeget havonta, ami eddig elég volt arra, hogy egy picit spóroljunk is, és még ki is tudjuk fizetni azt, amit. Na most azt tudni kell, hogy a régi helyen ott a fűtés, az egy szerződést kötöttünk a Primérrel, és kaptak egy helyiséget tőlünk, és ennek fejében szolgáltatták nekünk a fűtést. Ez most nincs. Ez nagy probléma. Ez nagy probléma. Most van egy klubtagunk, aki, mondhatom a nevét? Hogyne. Kaufmann Zsolti, akinek van egy cége, és ezzel foglalkozik, ők fogják a klímát beszerezni, és akkor ilyen melegbefúvásos módszerrel lesz megcsinálva a fűtés, tehát, és patent lesz, nagyon remélem. Hát a villanyszerű mi vagy szakmába vágó, hogy ezt mit csináljuk, és hát meg minden egyéb munkát, mit csinálunk. Tehát erre akkor összefogással... Persze. Jönnek az asszonyok, meg a gyerekek, meg a... Persze, nyilvánvalóan mindenkinek muszáj ott melózni. Nincs mese. Ennek úr, itt szóltunk az internetről, és óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy az internet korában a rádiózás mit jelent? Hát igen. Ugye már az előbb beszélgettünk, nem tudom, hogy élesbe ment-e, de beszélgettünk arról, hogy Skype-olhatnak is ugye a gyerekek, nem volt még benne, ugye? Ja. Na, hát igen, hát mondjuk, mit akartok ti, most mit gyötröt szottál meg, mit is mond, ugye, mikor ott van a Skype. Igen, hát ott valóban van Skype, de hát ugye ez nem ugyanaz, mert bárkivel nem lehet Skype-olni, akivel szeretnék, mert hogyha én mondjuk akarok beszélni egy, csak más nem mondjak. Például, mikor volt a Sydney-i olimpia, naprakész voltam, frissebb voltam, mint akár kicsoda, mert ott volt egy barátom, aki rádióamatőr, szerencsére találkoztam vele, egy soproni rádióamatőr találkozom, az minden nap reggel leközvetítette nekem, hogy mi újság van, amire kíváncsi voltam, minden. Tehát, szóval, azon kívül, ugye ez előbb említettem, amikor beszélgettünk itt az adás előtt, hogy a nyelvgyakorlás is nagyon fontos a gyerekeknek, tehát itt vannak partner rádióamatőrök, akik nagyon segítőkészek, tehát a rádióamatőr nagyon segítőkészek, és ők ezeket a gyerekeket úgyra tudják igazítani. Egyszerűen arról van szó, hogy az ember lead egy általános hívást, és azt mondja, hogy most ő éppen akar beszélni egy német rádióamatőrre, mert a gyerek németül tanul, és akkor ugye aki mellette van, a tanulsz mellett úgy mondjam, ő megkéri a rádióamatőrt, hogy segítsen neki, mert ő éppen most németül tanul, és próbálj meg kijavítani, vagy egyáltalán. Kitűnő tanulási lehetőség. Nézze, én semmilyen nyelvtanfolyamra nem jártam. Illetve egyre jártam a Miss Londaihoz, nem tudom, hogy emlékezik még rá. Mindegy, hát ott is, hogy bementünk, akkor fölálltunk, és akkor azt mondja a Miss Lonti, hogy sit down. És akkor mindenki áll, én leültem, már akkor rádióztam, ugye, hogy a sit down, please, hogy foglalja. Na hát itt ezt az alapot elvégeztem, és teljesen autodidakta módon tanultam németül, angolul, sőt 3 évig spanyolul is. Tehát itt komolyan vannak olyan lehetőségek, hogy az nem igaz, és én nagyon sok hasznát vettem, mert olyan cégnél dolgoztam, még nyugdíjban nem mentem, aki külföldön dolgoztatott, Észak-Afrikába, Európába, úgyhogy és nagy hasznát vettem. Tehát biztatom a fiatalokat, hogy ezeket használják ki, nyugodtan keressék a rádióklubot. Mi egyébként minden fiatalt, aki jön, legyen az 6.-tól fölfele, és hát
remélhetőleg négyesnél nem rosszabb bizonyítvánnyal, akkor mi fogadjuk, és azért sok mindent megtanítunk nekik. Lesznek majd nyílt napok ott a gyerekek. Tehát lehet csatlakozni önökhöz. Persze. Lesznek nyílt napok majd, ahol be lesz mutatva. Csak legyen mit megmutatni. Szóval azt azért ne csináljuk, hogy most kapkodunk, és akkor gyorsan gyere, megmutatom, hogy hogyan kell itt most itt rádiózni. Ez egy dolog. Hát ez, hogy legyen mit megmutatni, erre fel kell készülnünk. Ez még azért ez jó pár hónap, míg ott helyre jövünk. Úgyhogy de még csak annyit szeretnék megmondani, nem tudom, mondhatom, de mindenkinek megköszönöm, aki segített az átkurcolkodásba, mert önzetlenül, komolyan mondom, a rendőrtől elkezdve a tűzoltóságon keresztül azok a maszekok, akiket ugye az ember nem említett meg, nagyon jól esett, tényleg nagyon mellénk álltak, és hát most már úgy állunk, ahogy állunk, és remélem előbb-utóbb helyre is jövünk, és újra szól a Liget Rádió, újra lehet rádiózni, újra jönnek a gyerekek, és akkor rendezünk egy nyílt napot, és meglátják, hogy mi van, és akkor nyomjuk tovább. Rendőr úr, akkor ehhez kívánok sok sikert és jó munkát. Nagyon köszönöm a meghívást. Szépen.